Sziasztok, hamarosan itt a nyár, közeledik a jó idő, előkerülnek a szoknyák, a rövidgatyák és a vékonyabb ruhadarabok, ami azt jelenti, hogy mindenki elkezd azon gondolkozni, hogy talán egy kicsit jobban kéne kinézni, és aki már nincsen benne egy ideje ebben az egészséges életmódban, hanem csak most tervezi, hogy elkezdi a dolgot, az elég sok nehézséggel fog szembesülni, és én is ezen gondolkoztam az utóbbi időben, hogy annyi mindennel találkoztam, ami miatt csak így elment a kedvem, és akkor mindig görgettem Instagramon, és láttam ezeket a lányokat, a fitness Instagram lányokat, akiknek egyszerűen tökéletes az alakjuk, mindig nagyon szuper dolgokat esznek, körülbelül soha nem látsz a kezükben ilyen csokit, meg fagyit, meg ilyeneket, és azt hirdetik, hogy annyira könnyű és annyira szuper ez az életmód, ami biztosan igaz, hogy nagyon-nagyon szuper, viszont én nem látom azt, hogy ez egy reális kép lenne úgy magára az egészséges életmódra és az edzésről. Én például egy edzésről kijövök, akkor biztos, hogy nem úgy fogok kinézni, hogy Instagram kompatibilis legyek, és ezek a fotók általában ezt mutatják, és ezt egy kicsit így nézegettem, hogy fura nekem. És így jött az ötlet, hogy videókból is van ugye rengeteg ilyen, hogy youtuberek, külföldiek, itthoniak rengetegen csinálnak olyan tartalmat, hogy megmutatják, hogy én hogyan szoktam edzeni, nekem mi a reggeli edzésrutinom, mi a tavaszi edzésrutinom, hogyan csinálj magadnak kerek popsit, lapos hasat, hogyan egyél egészségesen, stb. És a legtöbb videó szerintem ezeknek ki 90%-a egyáltalán nem valós. Ki lett találva az a videó, hogy mi legyen bemutatva benne, esetleg gyakorlatok ide-oda, stb. De a legtöbb az, én úgy vettem észre, hogy nem a valóságot mutatja meg. Vannak olyan videósok, akik direkt fitness-orientált csatornát vezetnek, és az tök király, és ez nyilván hasznos is, meg látod is rajtuk, mindig ezt csinálják, minden videójuk körülbelül ilyen tartalmat mutat, illetve az egészséges életmód, az ételek, a sport, erről szól tulajdonképpen a csatorna, és az Instagramjukon meg úgy, hogyha személyesen látod őket, akkor is ez jön le. Ez lenne ennek a sorozatnak az első része, amiben őszintén beszélgetünk olyan dolgokról, amiről remélem, hogy nem túl szélsőséges, de abszolút biztos vagyok benne, hogy megosztó vélemények fognak születni, és az első, ez a hamis per igazi egészséges életmód, youtuberként. De miért is olyan nagyon nehéz belekezdeni ebbe az egészbe, amikor mindenki arról álmodozik, azon pörög az agya, hogy de király lenne, hogyha egy kicsit vékonyabb lennék, vagy izmosabb lennék, erősebb lennék, kerekebb lenne a fenekem, egy kicsit fogynék, egészségesebb ételeket tudnék főzni és enni, nem kívánnám minden nap a 8 doboz fagylaltot, illetve, hogy egy kicsit a szervezetem is egészségesebb legyen, hogyha mindenki ezt akarja, akkor ez miért olyan nagyon nehéz, és miért nem tudjuk elkezdeni? Az egyik legnagyobb probléma szerintem az az, hogy úgy szeretnénk eredményt elérni, hogy közben lehetőleg ne kelljen csinálni az ég egyet a világon semmit. Tehát lehetőleg itt a székembe, úgy holnapra legyen ilyen Victoria's Secret modell alakom, és belülről is a szervezetem legyen teljesen kipucolva, és egészséges legyen, jó legyen az emésztésem, stb. Hát ez valószínűleg nem így fog működni. 110%, hogy ez nem így fog működni, és szerintem valahogy így jöhettek a piacra ezek a fogyasztó bogyók, meg a gyógyszerek, az ilyen kapszulák, italok, stb., ami szerintem akkora hülyeség, hogy nem igaz, úgyhogy én erről mindenféleképpen lebeszélnélek titeket, hanem tényleg az, hogy mozgás, meg jó kaják. A másik pedig, hogy túlságosan szeretünk olyan ételeket, amiket nem kéne, fagyi, csoki, édességek, most az én szívem csücskeit mondtam el, illetve az ilyen tipikus szénhidrát, nagyon-nagyon szénhidrátús ételek, például az összes péksüti. Én imádom a péksütiket, a csokis péksüti, az meg úristen, hát hanyat dobom magam, annyira imádom, és ezeket nagyon-nagyon szeretjük, sőt az ilyen olajban sütött kaják, tudjátok, az ilyen rántott cuccok, van akinek a rántott hús, mondjuk a rántott sajt, úristen, de imádom, és ezek vannak elkönyvelve úgy, hogy hát nem igazán kéne enni, de ezek a legfinomabb, legkirályabb dolgok a világon, és az ilyen saláta, meg az egészségesebb dolgok, azokra meg úgy nézünk le, hogy hát
inkább nem. Szokták mondani, hogy ne diétázz, hanem válts életmódot, és hogyha a diéta szó kerül előbe, és a kajákról van szó, akkor először mindenkinek szerintem a saláta és valamilyen sovány hús, legtöbbször csirkemell vagy a rizs, csirkemell rizssel, ezek jutnak az embernek először az eszébe, és az utóbbi időben veszem rá magam én is, hogy akkor Gabi, kéne valamit kezdeni magaddal. Egy pár egészségügyi problémát is felvetett, ami miatt tényleg muszáj egészségesen ennem, és ezt nem csak úgy magamnak találtam ki, hogy akkor most már pedig fogyókúra, meg diéta, meg életmódváltás, hanem most úgy muszáj. És akkor itt jött képbe az, hogy én ugye nem eszem húst. És alapvetően, hogyha olyanról volt szó, hogy akkor eszek rizst, vagy valamilyen salátát, akkor általában rántott sajtot ettem hozzá az utóbbi időben, mert rohantam mindenhova, nem volt semmire időm, és akkor rendeltem valami kaját, vagy itthon csináltam, és ez valamilyen rántott sajt volt az esetek többségében. Tudjuk, hogy a rántott cuccok azok nem a legegészségesebb dolgok a világon, illetve hát a sajt is azért az elég masszív kalória meg zsír bomba, úgyhogy nem volt a lehető legjobb. Egyébként én halat személy szerint eszem, és a lazacot nagyon-nagyon szeretem, az ilyen tengeri halakat nagyon csípem, és elkezdtem ilyeneket csinálni, meg ilyeneket enni. Nagyon csökkenteni kéne az adagot az édességekből és a süteményekből, a tortákból, az ilyenekből. A fánk, az utóbbi időben a fánk üldöz. Mindenki fánkot csinál, és mindenhol fánkot látok. Nem mindegy. A Safi Free lisztekről hallottam, de még nem próbáltam egyszer sem, úgyhogy ha nektek van vele tapasztalatotok, akkor ezt írjátok meg nekem kommentben, mert én a fánkot azt meg szeretném továbbra is csinálni. Azt nem tudom, hogy, lehet, hogy sütőben sütve, mert hogy ez az olajban sült dolog, az megint ott tartunk, hogy olajban, és az nagyon lépjünk tovább. Elkezdtem érezni egy ilyen belső nyomást, hogy mivel én youtuber vagyok, ezért muszáj az ilyen egészséges dolgokról szóló videókat csinálnom, a fotókat kiraknom, edzős képek, muszáj elmenni edzeni, és csak ezt a 110%-ig egészséges életmódot csinálhatom a nap 24-25 órájában is akár, és hogy rájöttem, hogy ez annyira nem így van. És valószínűleg ez másoknál is így van, csak ez a hamis dolog van így tolva elénk. És ettől már én is kezdtem esküszöm rosszul érezni magam, pedig alapvetően én is hasonló témában gyártam a videókat, úgyhogy úgy voltam vele, hogy erről szerintem kellene beszélnünk. Amikor én kisebb voltam, teljesen hiperaktív voltam, reggeltől estig rohangáltam, szaladgáltam, és nagyon sok sportot próbáltam ki. Úsztam, lovagoltam, jazzballettoztam, mi volt még, rockiztam, balettoztam, minden volt konkrétan, és mindent nagyon imádtam. Jártam ilyen fitness órákra is, tényleg, amikor azt hiszem 14 éves voltam, amikor elkezdtem azt, hogy járjunk úgy konditerembe, hogy akkor ilyen csoportos órákra, meg kengúra, meg zumbára, meg fitness órára, meg erősítő ízére, meg akkor le a konditerembe, stb. Tehát tényleg volt minden. Viszont az utóbbi egy évben körülbelül nem igazán csináltam semmit. Mivel kicsinek is annyira sokat mozogtam, ezért a mozgásigényem az megmaradt, és megvan bennem az a lendület, hogy úristen, dehogy nem, én csinálni akarom, és az edzés utáni érzés, amikor edzésen meghaltok, és utána tudjátok, hogy az összes izmotok fel van lazítva, és meg volt dolgoztatva, le van nyújtva, és olyan friss érzés, annyira nagyon király, és az már nem tudom mióta nem volt, pedig emlékszem még rá, úgyhogy még azt hiszem jó úton vagyok valahogy. Még előző összejött az előző lendület, hogy akkor fussunk, mert hogy az egyszerű, és volt a helyben nálunk egy új gumipálya, amit ki lehetett próbálni, a térdem a betonon futást nem bírta, úgyhogy tökre örültem neki, és egészen beleszerettem akkor a futásba. Az első 2-3 alkalom az olyan volt, hogy meg akartam halni, de utána már élveztem, és egyre jobb és jobb volt. Majd pedig jött a hűvös idő, és egyszerűen csak abba maradt, mert nemhogy futni, még a házból kimenni se volt kedvem abban a nagy hidegben. Január-február környékén jött az, hogy elkezdek úszni, mert már muszáj volt, ugyanis több egészségügyi problémát is szült az, hogy nem sportoltam, nem mozogtam semmit, és elég rosszul étkeztem. Most pedig megint ott vagyok, hogy nem csinálok semmit, viszont itt a tavasz, és mint a legtöbb embernek nekem is most megjött ez a lendület, hogy sportoljunk. És két dolgot szeretnék, az egyik a futás, amit újra szeretnék kezdeni, mert annyira király, itt a környéken van ugye ez az új legumizott pálya, és nem bántja a térdemet, annyira nagyon-nagyon király, úgyhogy azt én mindenféleképpen szeretném folytatni. Nem kell hozzá semmi extra, és a szabadban van friss a levegő, illetve az úszást is szeretném folytatni. Amikor muszáj volt úszni járnom, akkor is nagyon-nagyon imádtam, de ugye az úszással van egy probléma,
ami pedig a ruházatot illeti. És hogyha az ember rendszeresen, sportszerűen úszik, akkor valószínűleg egy héten kétszer-háromszor mondjuk elmegy úszni, ami pedig megköveteli azt, hogy akkor szörtelenítés. Hogyha valaki nem bírja a gyantát, egyébként az első 2-3 alkalom talán az, ami úgy fájdalmasabb, utána már csak úgy felsziszen az ember, hogy ez egy kicsikét fájt, az epilálás az valami, nem tudom, ahhoz én még nem szoktam hozzá, ez egy kicsit jobban kínos. Viszont ezzel egy probléma van, mégpedig, hogy 3-4 hetente kell ugye elmenni vele a kozmetikushoz. És ez a harmadik héten már nem túl esztétikus látványra, és igazából érzésre is tök rossz, és az önbizalmat, illetve hát magát a közérzetet ezt egy kicsit elrontja. Ha valaki ezt nem bírja, és nem is szereti, akkor valószínűleg a borotva mellett szavaz, hogyha nem is epilátor, nem is egy gyanta. De a borotvával annyi probléma van, szerintem ti is tudjátok, nem kell sorolni, hogy nem tartós az eredmény, erősít, begyulladt tőle minden, úgyhogy szerintem azt hanyagoljuk is, mert annyira nagyon rossz, én is utálom. És az utóbbi időben elkezdtem használni a Veet-nek ezt a Sensitive Precision Beauty Styler készülékét, és most speciál a szemöldök formázó van a tetején, viszont ezzel szoktam mostanában ugye a szemöldököm tetejét így megigazgatni, és tök jó rá, anyu is nagyon-nagyon szereti. De lehet rajta cserélni fejet, és akkor ezt lehet bikini vonalra is használni, és ez tulajdonképpen hát hasonló, mint egy borotva, de ez egy trimmer, és nem gyullad be utána az embernek a bőre, és tök király, nagyon jól lehet használni. Ezt akár lehet bikini vonalra, vagy pedig hónajra is például, de az arc területén is tudjátok használni. Vannak hozzá ilyen kis trimmelő fejek is. Ilyenek. Úgyhogy nagyon-nagyon király. Sok mindenre lehet használni, amúgy elemmel működik, és szerintem úszásnál kifejezetten hasznos tud lenni. Majd a leírásba találtok egy kupont, amivel ti is meg tudjátok rendelni. Annyira nagyon jó lesz, már én most látom, még nem érzem, de jó lesz, tényleg jó lesz majd, úgyhogy ezt tökre szeretném, hogyha együtt csinálnánk, mert nehéz elkezdeni, de bízok benne, hogy menni fog és jó lesz. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók, és szép napot, és itt a tavasz. Nagyon jó. Na, puszi! Sziasztok!